2011 nyarán ismerkedett meg Mach Márti a textilszobrászattal, 2 évvel azután, hogy nyugdíjba ment. Koppánymonostoron egy alkotótáborban talált rá arra a kézműves műfajra, amelynek azóta termékeny alkotója. Ennek a technikának az a lényege, hogy az újrahasznosítás jegyébenre épül tulajdonképpen, és használt ruhaanyagokból, vászon, sejem, csipke, egyéb, bőr, stb. Anyagokat használok, és a textilragasztó egy vizes bázisú ragasztó, polivinil acetát tartalmú, színezhető ragasztó, és abba belemártom az anyagot, és úgy helyezem rá a már előkészített testre. Az arcok általában gipszből vannak, sőt van olyan arcom, amelyeket 3 darab, egyelőre, lesz még több is, akit szobrász készíti el, és hát csodálatosan szépek, nekem tetszik. Nem csak kis plasztikákat láthat a nagy érdemű a most megnyílt kiállításon, hanem textilképeket is. Itt is vászon, valamint sejem anyagot használok, és arra építem. És a legvégén, ami gyakorlatilag a struktúráját kialakítja a képnek, úgy a szobornál is, a képnél is, metál színezőkkel színezem, és a fényárnyék hatás az csodálatosan kijön belőle. Az alkotóra civil szembukkant. Sinkó Ildikó, a Móri Zsigmond Városi Könyvtár igazgatónője adta az ötletet a kiállításhoz. Én igazából karácsony előtt teljesen véletlenül láttam egyik alkotását Mártinak, és rácsodálkoztam, hogy régi használt ruhákból egy különleges technikával mennyire új dolgokat lehet csinálni, és nem elsősorban az motivált bennem, hogy környezetvédelem és újrahasznosítás, hanem egy anyagot hogyan lehet másképpen hasznossá tenni. Mach Márti textilszobrász kiállítása a Magyari Zoltán Művelődési Központ emeleti galériájában látható.